Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, egy általános kivetés. Viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. A fő téma ennél a jóslásnál itt középen látható, és ez a kép azt mutatja, hogy mások támadnak téged. Akkor is, ha ártatlan vagy, fontos, hogy megvédd magadat a külső támadások, befolyások ellen. Hogyan tovább? Itt a horgony és a fa mindkettő jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni, ahol le tudtok gyökerezni. Ez kihat természetesen a párkapcsolatra. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy a munkahelyen vannak ezek a támadások, és ez betegít téged. De a fa jelenti, hogy itt megvan a gyógyító erő, lesz gyógyulás. Persze utalhat egészségügyi területre is, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ő dolgozik ezen a területen. Lehet, hogy őt érik ezek a támadások. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt ugyanúgy, mint a fa. Tehát ez egy fontos téma jelenleg a gyógyulás, vagy lehet, hogy ez a hivatásod. Ez a kígyó jelenti a transformációt is, hogy itt lesznek megújulások, mint egy újjászületés, és itt a nap jelenti a kisugárzást, az életerőt. Ez a kígyó lehet egy nő is, például aki támad téged a munkahelyen, vagy támadja őt, és ez a helyzet betegíti őt. De kisüt a nap, kiderül az igazság, és ő nyitottan beszélni fog ezekről a dolgokról. Jelenleg még itt van ez a felhő, olyan, mint egy fátyol, tehát ez még úgy beborult, valami még átláthatatlan, lehet, hogy időre van szüksége ahhoz, mire nyitottan beszél az érzelmeiről, vagy a terveiről, ez eltarthat augusztus vagy szeptember hónapig. Itt látható a nyilvánosság, összefuttok a nyilvánosságon, vagy megkapjátok az elismerést, vagy felvállal ő téged a nyilvánosságon, erre számíthatsz augusztus végén, szeptember elején. Itt a gyermek, utalhat a gyermekekre is, de szimbolizál egy új kezdetet, jelenti az ártatlanságot is. Itt a szerelmi élet területén lesz egy új kezdet, meg lesz a stabil párkapcsolat, felvállal a nyilvánosságon. De mielőtt itt történnek ezek a dolgok, le kell zárni a múltat. Ez a koporsó azt is jelentheti, hogy valaki visszatér a múltból, és lesz egy új kezdet, vagy összefuttok a nyilvánosságon, még mindig érezhető a szerelem, van egy hamis nő a háttérben, de itt rendeződnek a dolgok, itt a gyógyító erő, és ez a kisugárzás. Te állsz itt a középpontban, ha te egy hölgy vagy,
Hátat fordítasz a múltnak, ami közeledik itt hozzád, de még nem látható, ez a szerelem, ez eltarthat úgy augusztus végéig, szeptember elejéig. Számíthatsz arra is, hogy lesznek munkahelyi változások, van egy hamis nő a munkahelyen, megbánt téged, óvni kell magadat, ne beszélj a szerelmi dolgokról, zárd le ezt a témát a nő előtt, hiszen figyel, téged irigy rád, és olyan dolgokat fog mondani, ami téged inkább elbizonytalanít. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel rá!